fordulj ide, babám. Igen. Kit szeretsz jobban szinkronizálni? Meryl Streepet vagy Glenn Close-t? Nem tudom választani. Azt szeretném, ha ők szinkronizálnának engem. De tényleg melyiket? A Glenn Close-t. Miért? Keményebb. Nem tudok választani. Igen. Nem tudom. Mind a kettőt? Mind a kettőt. Bárcsak minél több filmjük lenne itt. Kivel ülnél le beszélgetni hármójuk közül? Isten, William Shakespeare, vagy Michelangelo Buonarroti? Hát a Shakespeare-vel. Mit mondott Petőfi Sándor? Mit mondott Petőfi Sándor? Shakespeare a teremtés fele. Igen. Úgyhogy Isten megvan, a Michelangelo Buonarroti. Az hozhat majd egy kávét. Ez egy szobrát elfogadnád ott. Igen, volna. Egy kicsit. Kicsit. Ha lenne négy kívánságod, akkor mit kívánnál? Négyet. Ha lenne egy kívánságod, négy kívánságod. Négyet! Beszédtanár vagyok, vigyázz. Jó, bocsánat. Szeretnék 10 évvel, csak 10 évvel fiatalabb lenni. Mi? Nem fájna ennyi mindenem. Aztán szeretnék egyszer egy olyan frizurát, amit mindenféle nagyon csinos nők hordanak az utcán, a buszon és mindenhol, de a színésznőknek nem lehet olyan frizurájuk, mert mindenféle csinálnak velük a színházba. Ha nagyon hosszú a haja, akkor becsavarják ilyen gurtnikba a parók alá, és utána úgy néz ki, mint a bőti boszorkány. Ha rövid, akkor meg a fáslitól a végén... De ez milyen haja, miért szeretnél? Divatos, félhosszú, jól vágott, ami látszik, hogy fodrás csinálta, az én hajamon sose látszik 50 éve. Mert ki csinálja te hajadat? Én. Mi lenne elmenni egy fodrászhoz? Ajaj, az nem sikerült. Már hogy elmentem. Csak? Hú, hát borzalmas volt. De mi lenne akármilyen drága volt, vagy... Nem a drága, a jó fodrászhoz. Tudok két telefonszámot, mert megadom. Na jó. Jó, harmadik? Nem volt három? Nem, ez kettő volt, és különben is négy kell. Azt mondtam, hogy szeretnék fiatalabb lenni, ne fájjon mindenem. És a hajat szeretnék. Három ilyen egyéb. És azt szeretném, hogy még nagyon sokáig ne kelljen a gyerekeimnek eltartani engem. Hanem nagyjából nekem őket. Ki a kedvenc költőtök? Ez közös kérdés. Nekem Adi. Pilinszky. Ha egyszer alapítanál egy díjat, akkor milyen művészeket díjaznál vele? Fiatalokat. Uh-huh. Fiatalokat. Én olyan díjat alapítanék, amiből tudnál benne egy lakást. Uh-huh. De ennyi pénzem nincs, hogy én nem alapítok egy díjat. Igen. Tehát nem lesz lakás. Mik voltak az utóbbi időben a meghatározó olvasmányaid? Fú, ez nem vidám könyv. A legmegrázóbb számomra... Olvastam mondjuk a... Kiírtam még a gyermekeit. Ulickája. Igen. Azt is nagyon szerettem, de a legmegrázóbb könyv, amit olvastam, az az Eszterházinak a Hasnyelmű Egynaplója volt, ami hát gyönyörű az, hogy hogyan vagy. Hát hogy kell meghalni. Szépen. Így. Én is az Ulickáját, ami ideje a gyermekeit. Elolvastad? Még beszélgettem is vele róla. Tényleg? Igen, játszottuk az Orosz Lekvárt, és a Novák Eszter rendezte, és itt volt a nő. Tényleg? Bizony, és oda volt, és oda volt. Szóval nekem is a médelja, ha nagyon rossz a kedvem, akkor újra előveszem. És most nagyon érdekes, egy 87-es novellagyűjteményt találtam könyvrendezgetés körkép. Közben, a Körkép. Csodálatos novellák vannak, és az összes jó író benne van, Bereményivel kezdve, és nem tudom, Stán Végantal, nem tudom kivel végződve. Most ez a kedvencem. Melyik város a kedvenced? Jaj! Egy! Most jött egy szőjúból. Na hát, nekem hagyjuk. Budapest a kedvenc város. Mert vidéki vagy. Milyen motiváló üzenetetek tetek lenne egy drámat tagozatos gimnazista számára, aki egész életében színész szeretett volna lenni? Milyen motiváló üzenetetek? Jó, akkor én elmondom az alapmondatomat, amit mindig szoktam mondani, ez egy Heiner Müller idézet. Az pedig úgy szól, hogy bűnözői energiáimat az, a művészetben élem ki, az életben harmóniára törekszem. Hát nem tudom, hány gimnazista egész életében színész szeretett volna lenni, akkor színész lesz. Ha egész életében csak az akart lenni, akkor színész lesz. Ez nagyon tetszett. Kész. Jó. Ennyi. Melyik a kedvenc Shakespeare darabod? Jajaj! Jajaj!
Húha. Hányat csináltam? Hiszem 13-et, 14-et. Valami többször is. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Szent Iváni, Macbeth, Hamlet, mind. Van olyan színész, akivel még nem játszottál együtt, de nagyon szeretnél? Hát veled ne játszottam együtt. Egész fiatal végzős. Belekezdtem az életemet. Játszottunk együtt. Hát sajnos az a baj, hogy azok meghaltak, akikkel nagyon szívesen játszottam volna, és akikkel végül is még nem sikerült. Ki? Hát Kálaival, Kálai Ferenc. Játszottam. Persze. Sőt, az életem első színpadra lépése az a Kálaival volt. Persze. Tehát én nemzetiben voltam főiskolás, tehát játszottam Sinkovics Avar, Pálos Gyuri, Pálos Kálmán Gyuri, de a Kálai, Kálmán, a Kálmánnal, mint főiskolás. De talán a Kálai szerint. Biztos, hogy van még más is. Közös kérdés. Mit gondoltok, hol van Higgins papa? Ó, hát ezt mi elemeztük. Igen? Hát hogy nem, megkérdeztem én az elemző próbákon, hogy Higgins papa az ugye bizonyára Indiában szerezte a rettenetes vagyonát. Igen. És valószínűleg jól meg is halt, mert sokkal idősebb volt, mint a nagyságos asszony. És jól itt hagyott minden pénzt ránk. Igen, ez jó. Drága Robi, én magát nagyon szeretem. De kedves. Úgy, ahogy van. Ne nagyon változzon az idővel, kérem. És főzni tud-e? Tud. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen.